Szeretettel köszöntök mindenkit a tíznapos elvonulás végén. Megköszönöm Tamásnak a nagyon jó bevezetőt, és remélem, hogy nem csak a Bajza utcában, hanem itt a templomban is összeérnek a csikung és a zen szálai, és a szangát is fogod erre a nagyszerű energia és tudati gyakorlatra tanítani. Hiszen, mint tudjuk, energia és információ az nem jár külön. Tehát ahol mozdul az információ, a tudatosság, ott mozdul az energia is. Ettől szoktunk néha szívinfarktust kapni, vagy elgurult a gyógyszer, vagy egyebek. És ahol energia mozdul, ott információ is, tudatosság is. Tehát nagyon érdekes ennek az éremnek a látszólagosan két oldalát megtapasztalni, és akik gyakorolnak, azok tudják, hogy valójában ez a két oldal nem létezik. Ahogy haladunk előre az ösvényen, egyre jobban mélyül ez a nem tudó tudat, és ahogy mélyül a nem tudó tudat, a nem gondolkodás, a koncepciókhoz való nem ragaszkodás úgy tágul a tér. Tehát amit hallottatok a bevezetőben, hogy az ember rájön, hogy tényleg csak ennyit lát, és utána szépen, ahogy a koncepcióit, ideáit, vágyait, ambícióit szépen teszi le, és alakítja vissza eredeti energiává, ürességgé, vagy bármivé, amit szeretnél erre akasztani, mint fogalom, úgyse tudjuk, hogy micsoda. Ez a tér úgy tágul és tisztul. És nagyszerű ez a tapasztalás. Tehát ez a tapasztalás, ez gyakorlatilag az embernek az osztály része, és remélem, hogy minél többünk, zen, csikung, vagy egyéb úton tapasztalja ezt a nem elgondolható, gyönyörűséges valamit, ami most bennetek figyel, és remélem, hogy egy csomó kérdést hozott erre a dharma beszédre. Kinek van tehát kérdése? Mostanában nekem az ego téma az elég érdekessé vált, és az én benyomásom az ezzel kapcsolatban, hogy ugye van egy viszonylag alacsony tudatszint, amikor az ember azonosítja magát a testével. Aztán ahogy fejlődik, a tudati kibontakozás útján előrébb jut, akkor rájön, hogy ő nem azonos a testtel, hanem ennél több. És most legalábbis úgy gondolom, hogy ennek egy következő fokozata az, amikor eljut oda, hogy már nem azonosítja magát az egójával sem, és hogy elkezdi a elmére rakódott karma rétegtől megtisztítani magát, és akkor rájön, hogy a fölött is van ugye egy újabb szint. Viszont ugye az egója az megmarad, ugyanúgy, ahogy megmarad a teste is. Csak ugye már átértékelődik a szerepe, és ugye nem a nyúl fogja vinni a puskát a továbbiakban. És ezzel kapcsolatban szeretném ezt a meglátást egy kicsit a te tapasztalataid alapján kibővíteni. Biztos van erre valami. Hát el kell mondanom, hogy érdekes munkahipotézist hallottunk, és talán jó időben, amikor a léleknek olyan különösebben nagy válságai úgy tűnik nincsenek, akkor ez elméleti szinten működhet, mint ahogy működhet az is, hogy ugye alsó tantien, középső tantien, felső. Tehát amit most elmondtál, az korrelál azzal, amit Tamástól hallottunk a bevezetőben. Csak hogy azt is hallottuk a bevezetőben, hogy az első 6 hónap után úgy tűnt, hogy meggyógyult a térdemet, akkor kész vagyunk. Köszönjük szépen. És mindaddig, amíg nem jött egy újabb stressz helyzet, egy újabb igénybevétel, addig azt hiszük, hogy hát úgy globálisan jól vagyok. Ha valaki emlékszik erre a mondatra. Tehát nem annyira kidolgozott, logikus, megjósolható és egyértelmű ez az út, ahogy ezt elmondod. És csak azért, mert az ember a saját válságaiból, a saját bukásaiból tanul. Tehát ez, mint munkahipotézis, békeidőben nagyon jól működhet. Az egyik lehetséges megfogalmazása ennek. De nagyon gyakran attól vesszük észre, hogy az úton járunk, hogy az orrunkat szántjuk. Kőkeményen. Na most innentől kezdve minden hipotézis borul. Minden munkaterv füsté válik, és semmivé lesz. És a zent azt pontosan arra találták ki, hogy tér vissza a legnagyobb tornádó közepén is a csendes maghoz. Tehát ahhoz a középponthoz, ami nem mozdul. Ahhoz a tudathoz, amelyik nem gondolkodik. Tehát az ember egy paradox állatfajta.
És ez azért fontos, mert a saját ellentéteinket itt ebből a racionális tudatból igyekszünk mi elsimítani, hogy valójában én egy logikus, kiszámítható, megjósolható egyed vagyok, és akkor hirtelen így elvágjuk itt a nyakunknál magunkat, és ami innentől lejjebb van, az úgy tűnik, hogy nincs. Tehát főleg a nyugati társadalom igyekszik tagadni nagyon sokszor az érzelmeit, ezt Freud és Jung után azért elég nehéz. Előtte se volt könnyű, de addig legalább megpróbáltuk. Na most azok után, hogy ez az egészlegesség szinte kötelező, látjuk, hogy ellentétek milliárdjaiból vagyunk összerakva, életek ezreit, százait visszük magunkkal, szépen, mint a fa gyűrűi lerakva a tárháztudatban. Most onnantól kezdve ez a gyönyörűséges hipotézis, ez körülbelül egy virágboltnak a kirakata, ugye, a sűrű, sötét bakacsin erdőhöz képest. És reméljük, hogy működik, de csak akkor működik, amikor békeidő van, és mindenki nagyon boldog, és az autó hátuljára ki van írva, vagy just married, friss házat. Akkor nagyon jó. Egyébként, amikor beütnek a saját maradványkarmáid, akkor valami elképesztő erővel tudnak megjelenni olyan dolgok, amikre nincs formula, nincs hipotézis. Tehát akkor, ha ez a pont nem tiszta, akkor a saját viharodban fel tudsz morzsolódni. És gyakorlatilag ez az, ami az embert az útra tereli. Úgy nagyon semmi más. Tehát mindaddig nem hisszük el, hogy ez a képzet, hogy én nem szilárd, nem valóságos, nem tökéletes, nem örökkévaló, nem független, amíg bajba nem kerülünk. A Buddhánál ez nagyon tervezett volt, hiszen az első Szaturnusz ciklusa végén 28-29. Évek között tett egy körutazást a palotából, és akkor így belátta, mint a dózer felé jött, öregség, betegség, halál, és a negyedik, mint a születés, azt hozzá szokták tenni. Egyébként egy jogit látott ott még a fa alatt, aki ott csikungozott szerintem nagyon keményen. És az történt, hogy azt mondta, hogy köszönöm szépen, nekem az az énség, az az egoitás, amit oly szépen apám, anyám megjósolt, az nekem most nem kéne. És valami másféle királyság kell, és akkor elindult a saját maga útján. Tehát azért mondom, hogy amit mondasz, az nem rossz és nem jó, mert összefüggő, logikus, működhet nagyon korlátozott körülmények között. És azért kell a tapasztalat, mert a belső tapasztalatok sokasága fogja azt a biztonságot adni, amiből a helyes önbizalom születik. Nem az, hogy majd én! Igen, meddig? Mit? Hogyan? Kivel? Tehát amikor az ember a valóságban és önmagában úgy egyszerre tud bízni, mert látja azt, hogy a törvények odakint és idebent pontosan ugyanúgy működnek, akkor van egy olyan tapasztalata, hogy igen, lehet valamire támaszkodni, amiről így nem tudom, hogy micsoda, mert nem köthető névhez és formához, sokkal inkább helyzetfelismeréshez, kapcsolatteremtéshez, működéshez, a pillanat helyes felismeréséhez. Tehát ilyenekhez lehet kötni, és nem lehet egy konceptuális referencia keretbe befoglalni úgy, hogy utána azt, mint a kis zen könyvecskét itt magammal viszem, és hogyha gond van, bocs, stop, válság, állj, elolvasom, hogy most akkor mi van. Jó? Tehát az a jó, hogyha a tapasztalat áll össze valami nem túl ortodox vagy dogmatikus rendszerré belül, vagy éppen csomópontokká, kapcsolatokká, ahogy korábban egyszer fogalmaztam, a patakon keresztül lépőkövekké, és akkor sokkal stabilabb, szilárdabb, hibatűrőbb, egyszerűen nem raktam össze rendszerré. Összeraktam rendszerre, azon nyomban megvan a rendszer hibája, határa, bonyolultsága, és a többi, és a többi. Szóval más baj nincs. Oké. Okay. Egyéb kérdés? Hát, hogy mi mozog, amikor csikungot gyakorolunk? Mi az, ami kérdez benned? Azt tudja? Nem tudom. Az mozog? Nem. Hát ez az, de a csikunkban valami mozog. Állítólag. Tehát, ahogy mondtam az előbb, energia és információ, tudatosság,
és csi nem választható külön. Jó? Ez az első nagyon fontos dolog. A tudatosság az tiszta, mint a tér. Ideális esetben tiszta, mint a tér. De nagyrészt nem az, mert a saját kis búgócsigánkból itten a teret megtöltjük a saját kis karmánkkal. És ezért mondhatta a nagymester, amikor belépett valaki az ajtón, hogy ups, és akkor két-három sorban elmondta, amivel az illetőnek mondjuk pár évtizedet kéne tölteni, hogy ezt levakarja magára. Jó? Tehát annyit erről, hogy sokkal fontosabb az úgynevezett kinetikus intelligencia, amit úgy hallottunk a bevezetőnél, a tested jobban tudja, mint ez a tudat itt fönt. Hát én nézek ilyen nagyon meglett tanítókat, szerzeteseket, szerzetesnőket, és az van életben, aki mozog. Tehát aki elkezdett úgy ülni, hogy közben nem sétál a hegyen, nem végez munkát, nincs kinn a kertben, nem mozog együtt a többivel, annak a tudata is megmaradt a saját kognitív határai között, zéro intuíció, zéro spontaneitás, zéro humorérzék. És amikor ez a három elmegy, akkor az élet úgy megkeseredik, és akkor anyám, én nem ilyen lovat akartam. Igen, meg kéne mozdulni. Föl kéne kelni a székről, az ágyról, a padlót, föl kéne kelni, és mozogni, hogy a test és a tudat egyszerre élje meg, mi az, hogy lény. Hogy lény, hogy emberi lény. És a kinetikus intelligencia be fogja kapcsolni a kognitív intelligenciát és az azon túli regisztereket, és akkor érzed meg teljességében, hogy mi az, hogy lenni. És ez nagyon fontos, hogy ugye a test az nem tud örökké mozogni, tehát tudatosítani kell, hogy mi az, ami a testet mozgatja, mi az, ami a testben mozog, mi a durva test, mi az energiatest, mi a mentáltest, és tessék ezeknek a kapcsolatát tisztázni. És maga ez a tisztázás egy hatalmas gyakorlat, mert ahogy a zenben is megkérdezzük, hogy mi ez, nem ki, az már sok. Mi. És ebből a valamiből lesz ez a három. Tehát mielőtt ez az energia megjelent, mi volt? Mielőtt ez a test megjelent, mi volt? Mielőtt ez a tudatosság megjelent, mi volt? Na, erre irányul az, hogy mi ez. Oké? Ez egyáltalán nem szóba fogható, vagy formába önthető. Ez az egyetlen, ami úgy tapasztalható, hogy nem jön és nem megy, nem keletkezik és nem múlik el. Tehát kapcsoljuk be magunkat, és kezdjünk el mozogni fizikailag, energetikailag és tudatilag, és ebben a mozgásban egyszer csak megtapasztalod a nem mozdulót, a nem keletkezőt, a nem megszűnőt. Ezt mind lehet. De ha egyszer csak így, mert nagyon ilyen meglett, meg bejáratott, meg ismert emberek lettünk, és akkor így leülünk, és akkor egész nap szék, ágy, ilyen vánkos, fürdőkád, zuhany, autóülés, vonatülés, repülőülés, elfelejtünk mozogni, elfelejtünk élni, és akkor ezek az előzőleg említett tudati képességek, ezek olyan gyorsan eltűnnek, és marad ez a kőkemény, dogmatikus gondolkodás, ami azon nyomban énné válik. Mert semmi más nincs. Tehát ezért kell nagyon egységben lenni, mint test, lélek és tudatosság. Olvastam néhány hete egy könyvet a tudomány és technológia kapcsán. Az a címe, hogy a szingularitás küszöbén. A többek között olyan adatok szerepelnek a könyvben, mint például az, hogy a processzorok sebessége évente megduplázódnak, ami egy exponenciális egyenletet ír le, évet ír le. Szerint a könyvírója szerint évtizedeken belül a gépeknek a mérete az körülbelül ilyen atom szinten lesz, az intelligenciájuk meg tíza sokadikon szor gyorsabb lesz, mint az emberi intelligencia. Mi lehet az ember helyes hozzáállása a tudományt tekintve? Jó. Hát az legelső dolog, ugye a tudomány és a gép az nem ugyanaz. Tehát most beszéljünk arról a tudomány területről, amit te kérdeztél. Az első és legfontosabb
művelet megtalálni azt a bizonyos kapcsolót, amivel áramtalanítjuk a rendszert. Tehát amivel ki tudjuk kapcsolni. De ehhez először internetfüggők előnyben, akik ezt már tudják, először magunkat kell valahol kikapcsolni. Magadat nem tudod kikapcsolni, akkor a te kiterjesztésedet, a gépet sem fogod tudni kikapcsolni, mert az neked nagyon kedves, meg azzal randevúzol, meg inkább azzal élsz lelki életet, ne lepődjél meg, Japánban ezért nincs gyerek. Oké? Okay? Tehát van, aki 13 éve randevúzik egy virtuális lánykával. És az egész társadalom így megy lefele, évente 100 000-rel fogynak. Tessék összeadni. Tehát lehet, hogy exponenciálisan emelkedik a processing power, ahogy szépen magyarul ugye mondjuk a feldolgozási kapacitás. Eközben az emberi tudatta, ami történik, az egy nagyon fontos párhuzamos kérdés. Tehát az emberi elhűlés is valószínűleg exponenciálisan növekszik ez ügyben, mert egyre több dolgot bízunk úgy a számítógépekre, hogy majd ő, vagy az. Most még csak az, de Kurzweil szerint, akit idézel, és tényleg a Google igazgató tanácsának a tagja, és a világot számos találmánnyal, és egy-két nagyon jó céggel gazdagította, azt mondja, 2028-ra fogjuk elérni azt, hogy egy emberi agyméretű komputer az emberi agy kapacitását fogja tudni. Na most Vörös Marti Mihály komoly kérdését szeretném idehozni, hogy és ment-e a könyvek által a világ elébb? Ugye? Ez azért fontos, mert nem csak az egyik legnagyobb szókincsel dolgozó magyar költő volt, akinek a háttértárában ez ilyen 35 000 szó úgy nagyon könnyen benne van, hanem azért is, mert nagyon komoly metakérdéseket tett föl mindezt a 19. században, amikor még a komputereknek se híre, se hanva sem volt. Tehát akkor a komputereket ezek a nagyon egyszerűen kis forgatható lapok, könyvek helyettesítették, mert azok ugye tárolták a gondolatokat, és gondolkodtatták az embereket. Tehát amikor kinyitottál egy könyvet, akkor beléptél a könyvnek a kognitív terébe, abba a narratívába, amit a könyv ugye adott. Nagyon hasonló. Csak nem LCD, most már az, mert különböző ilyen kis olvasókák meg egyemek, hanem papír. És ennek a kiterjesztése lett ugye a digitális világ. Először alfanumerikusan, aztán audiovizuálisan, aztán ki tudja, hogy még milyen ilyen kis szerves interfészeken keresztül. Ettől megy a világ elébb? Ettől buthábbak leszünk-e, vagy csak butábbak? Tehát az egy óriási kérdés, hogy az emberi lelken valójában mit módosít az, hogy telerakjuk magunkkal kütyükkel. Most már olyan is van, hogy csak úgy hobortból ilyen kis csipet beütetünk a bőr alá, hogy tudják a hozzátartozunk, hogy hol vagyunk. Kutyáknál már nagyon sokszor van, most már embereknél is. És az egész az gyakorlatilag egy ilyen aprócska kis cucc és egy injekciós, egy nagyobb tűvel be lehet adni. Tehát ennyi az egész. Tehát, hogy ez, nanotechnológia, különböző biotech dolgok, hová visznek, elmondom, pontosan oda, ahova ez a tudat egyébként is menne, csak gyorsabban, hatékonyabban, és különböző eszközökkel ugye felszerelkezve. Ezek a gépek nem fognak másképp működni, mint az emberi tudat. Pontosan azt fogják megsokszorozni, a kapacitásuk meg fog nőni, de ez mind horizontális marad. Tehát soha, de soha nem lehet egy gépet megvilágosodásra programozni. Mert nullákból és egyekből áll. Ez pedig nem nulla és nem egy. Aki már a 10 000 darma visszatér az egybe című koannal birkózik, az pontosan tudja, hogy milyen frusztráló az, amikor nem nulla és nem egy, és fogalma sincs, hogy micsoda. Na abból lesz valami, amiből aztán komputer legyen a talpán, de nincs az a Turing-teszt, amelyiken átmenne. Tehát nem lehet ezzel a tantient helyettesíteni. Miért mondom ezt? Mert utána ugye kiderül, hogy csak addig mész, ameddig a tudatod visz. Magyarul az identitás tudat van benne, amit az ember beleprogramoz. Tehát ezeknek a gépeknek nincs öntermészete. Semmiféle olyan dolog nincs bennük, ami emberi lenne. Az embert soha nem fogják helyettesíteni, az embert fogják kiterjeszteni abban az irányban, addig, amíg a saját tudatod is kiterjed.
És most lehet velem vitatkozni különböző kommentekben, vagy itt kérdésekben, de ez az alaptörvény, az ok és okozat alaptörvénye nem fog változni soha. Az emberi tudattól fog függeni ez a gép, mindaddig, amíg az emberi tudat le nem gyárt egy olyan helyzetet, hogy szándékosan megengedve azt, hogy a géptől ő függjön, ezt a pozíciót felcseréli. De ehhez a tudatos hozzájárulásunk kell. Tehát ahhoz, hogy ezek a gépek végül is humanoidok tudnak lenni, nem tudom, hogy a csillagközi rombolót, alias Battlestar Galaktikát kinézte meg több szezon erejéig, az egy nagyon érdekes munkahipotézis, egy kitűnő science fiction sorozat keretében, hogy valójában mi történhet. Hát vannak valódi robotok, valódi, mert ugye steel job, tehát acélból van, és van a skin job, ami szerves, és nem tud megkülönböztetni az embertől, de robot. Viszont csak robotként tud viselkedni, emberként nem. Tettetheti azt, hogy emberként viselkedik, de attól még nem lesz az, mert nem az a tudata. Jó? Tehát ez egy nagyon érdekes történet, hogy igazából az identitásra és az együttműködésre kellene kihelyezni a hangsúlyt, és nem arra, hogy most különböző ilyen objektív paraméterekkel most megnövekszik a feldolgozó képesség, ilyen nanotechnológia, olyan biotechnológia, ilyen szerves interfész, ezek teljesen mellékesek és felszínesek. Valójában magunkat teremtjük újra, és ez a mesterséges intelligenciával való elképesztő elfoglaltság, ez gyakorlatilag a mi teremtő képességünknek a kétségbeesett demonstrációja. Tehát legalább csináljunk valamit, amivel bizonyítjuk, hogy teremtőképesek vagyunk, és hát ez a kicsit ilyen divinált narcizmus, hogy ha már nem tudjuk itt megbizonyosodni, nem tudunk megbizonyosodni, nem, hát akkor legalább mit csináljunk valamit, ami alattunk van. Ez egy elképesztő kihívás. És ezért is most már úgy tűnik, hogy akik robotokat gyártanak, azok komolyan veszik azt, ami 20-30 évvel ezelőtt science fiction volt, és az Asimov-féle robotika alaptörvényeket, azokat építik be kőkeményen a programozásban, az algoritmusaikban. Úgyhogy az embernél soha nem fog tovább fejlődni. Felmerül a kérdés, mi lesz, amikor gépek hoznak létre gépeket? Ugyanez. Csak egy következő hatványon. Mások lehetnek, többek és nagyságrenddel, ugye, mivel az alapok humánok, pedig nem. Tehát nagyon szkeptikus vagyok ez ügyben. Várom azt, hogy például önműködő fűnyíró lesz. Az nagyon jó lesz. Én nagyon szeretek füvet nyírni, hogy ezt lehet itt hallani, meg látni, meg szép lesz tőle a kert, meg a park, meg minden. De én már nagyon várom azt, hogy kitűzöl négy ilyen kis bolyát, vagy lézersarkot, és akkor ez a szerkezet, ez egy kis tájolóval itt állandóan, hogy megy, jön, önmagától taktak, és akkor bekapcsolod, és az ott elketyeg magától órák hosszat. Ha pedig úgy érzi, hogy kell neki a benzin, akkor szépen beáll, és akkor az ember megtölti, és akkor ugye, és akkor kiküldi megint, mint a kutyuskát, és akkor csinálja tovább. Tehát erre én várok. Ez nekem nem lesz gond. Tehát nem érzem azt, mint a ludditák, hogy elvették a munkánkat, és most én munkanélkül leszek. Egy túros leszünk munkanélkülek. Infrastruktúra, nem egy új raszt, vagy fajt, vagy intelligenciát teremtünk, magunkat fogjuk megsokszorozni, és semmi más minőségű változás nem lesz. Tehát infrastruktúrát fogunk teremteni, és kész. És nagyon jó lenne például, hogyha sikerülne már olyan fokra eljutni, hogy ezen technológia teljesen más gondolkodási módot kényszerít az emberekre, mint ami eddig van. Mert ez lehetséges. De az is ember által a technológia, mint közeg vissza az emberre, és nem generikusan eredetileg a technológiától, vagy a robotentitástól. Tehát akinek ilyen érdeklődése van, tényleg az Asimov regényeket legyen szíves átnyálazni, főleg az Aurórát, az gyönyörű. És Stanislav Lemet is, mert Stanislav Lem, kérem szépen, ugyanolyan klasszikus, mint Asimov, vagy Bradbury, és ott ezek a gondolkodók még nem másodlagos forrásokból dolgoztak. Úgyhogy jó étvágyat kívánok, csak közben azért ne feledkezzünk el akár a csikunkról, vagy a zenről. Attól, hogy tudományos fantasztikus dolgokat olvasunk, attól még csak a kíváncsiságunkat és a szórakoztató igényeinket tudtuk kielégíteni. Egyébként semmi más nem történt. Visszatérve az előbbi kérdéshez, az ezt megelőző kérdéshez,
ez a cég, amiről szó volt, elég érdekes kutatásokat folytat. Én nagyon régen olvastam egy olyan cikket, aminek a tartalma változatlanul benne van a fejemben, hogy próbálom mindig elhesegetni, hogy baromság és nem érdemes vele foglalkozni, de mégis visszajön ez a kérdés. Az igazgató tanácsban szintén van egy úriember, egy idősebb úriember, egy 60-as korosztály, aki minden nap több tucat vitamint, meg antioxidáns, meg minden egyéb ilyen dolgokat szed, mert meg van győződve arról, hogy egy generáción belül a Google kutató laboratóriuma képes lesz arra, hogy az emberi tudatot letöltse. És ezt a letöltött emberi tudatot visszatöltse majd egy újabb testbe. Mi a véleményed neked erről a kérdésről? Szerintem biztos lesz egy olyan anarchista csoport, amelyik fel fogja ezt robbantani. Tehát, hogy nehogy azok a tudatok megmaradjanak, akiket ők nem szeretnek, és ezen buzgalmukban ízéporrá fogják törni ezt az egészet. Na most tréfát félretéve, erről már ugye film is készült, nem is egy. Tehát amit Johnny Depp, ez a Transcendence nevezetű alkotás, amit nem húztak ki üveghangra. Tehát ez nagyon nagy lehetőség volt ez a paradigma, és a filmesektől vártunk volna valami jobbat. Csak a Google ez az már, nem film, ugye? Ez már egészen ugye, futurisztikus, és akik ezt komolyan gondolják, biztos, hogy nem ennél a filmnél állnak meg. Lényegileg nem fogja megváltoztatni a lét három alaptörvényét, mulandóság, tökéletlenség, azaz befejezetlenség, és kölcsönös függőség. Akármilyen testbe töltöd le azt a tudatot, legyen az robot, humanoid, egyéb, szerves, szervetlen, azon a lét három alapjegye érvényesülni fog. Az öröklét keresése a narcisztikus tudatnak egy alapvető vonása. Nem hajlandó önnön mulandóságát és tökéletlenséget elfogadni. És ezért akarja töltögetni magát különböző testekbe, mert még nem jutott el odáig, hogy az, hogy testet váltunk, és nem töltögetjük le magunkat sehova, hanem szevasz. A sokkal jobb bármiféle olyan rabságnál, amit szerves, bináris, szerves, ugye áru, pénz, áru, ugye ilyen módon óhajtunk megörökíteni. Tehát akinek akkora biznisz ez a földi inkarnáció, hogy ez neki annyira kell, nyugodtan foglalkozzon vele, töltse magát annyi testbe, ahányba szeretné. Lényegi változás, most gondold el azt mondja, hogy én már századszor vagyok itt zsinórban. Igen, gratulálok. Nézzünk körül. Ez kell? Ennyire? Ehhez ragaszkodunk? Jó? Tehát megint csak lényegileg nem fog változtatni ezen, nagyon sok pénzt fognak beletenni, nagyon sok gazdag ember fogja lefagyasztatni a kis agyát, mert most már ilyen is van. Van egy olyan cég, amely profi módon dehidrál és lefagyaszt. És azt mondják, hogy amikor megvan a technológia, többek közt ez is, vagy az adott betegség gyógyítása, akkor majd kiolvasztanak és rehidrálnak, és akkor feltámadsz és megint élsz. Hogyan már? Tehát a test és a lélek ugye, kölcsönhatását az, hogy a lélek pontosan hogy kötődik a testhez, és ez az érző lény, amiről beszéltem az előbb, akkor Miklósnak válaszoltam, hogy ez hogy működik, teljes téveszméken alapul a történet. És ezen működés nem ismeretéből. Hogy a nagyon természetes, hogyha megszülettünk, akkor meghalunk. És hogyha felvettük a testet, akkor azt levetjük. És ez így van rendjén. Na most, aki ezt a természetes ciklus nem hajlandó elfogadni, és belemegy ilyen játékokba, nagyon sokat el fog érni, csak pont azt nem, amit valójában szeretne. Azt a boldogságot, társasságot, bizalomra épülő emberi kapcsolatot, kreatív és teljes emberi életet, egyfajta egyévált állapotot társainkkal és a természettel úgy, hogy nincsenek ugye, diszkriminatív megkülönböztetések. Tehát ezeket nem lehet ilyen úton elérni. Úgyhogy nagyon várom azt, hogy megint csak új infrastruktúra legyen, mert lehet róla majd olvasni, meg lehet nézni, uram, bocsánat, ki lehet próbálni, de személyesen olyan boldogan megyek el majd innen. Engem nehogy valaki feltöltsön bárhova. És azzal szennyezzem a szervernek a tárhelyét. Ugyan már, te elég volt belőlem az az X év, ami itt ezen a bolygón rámoztatott, és viszontlátásra csókolom. Ennyi. Egyéb kérdés? A
bevezető beszédben Tamás sokat beszélt a tanulásról, mint dolgok elsajátításáról. És most én is erről a tanulásról szeretnék kérdezni. Tőle. Igen. A dolognak a személyes aktualitása az az, hogy több év kihagyás után most fogom folytatni a szervezet felsőoktatásban a részvételemet. Erre vonatkozik a kérdésem, hogy hogy is csinálja ezt a tudat? Hogy amikor csak önmaga akar a saját örömére tanulni, és nem azért, mert muszáj. Szóval, hogy... Hogy ezt hogy csinálja? Igen, hogy hogy, hogy is van ez? Ez úgy van, hogy a tudatban őszinte érdeklődés keletkezik. Ez az érdeklődés kiválasztja azt a bizonyos könyvet vagy médiumot, amelyből ezt az információt beszerezheti, megnyitja ezt a könyvet vagy fájlt, és amikor elsajátította ezt az információt, akkor rájön, hogy onnantól kezdve tudja. Ez a tudás, mint függetlenség, önállóság, információ gazdagság örömmel tölti el. Többet tud, mint más, nem függ az internettől annyira, és utána használható ez a tudás nagyon sok mindenre. Ennél többet nem tudok. Még csak azért sem, mert itt ebben a teremben a felejtést szoktuk gyakorolni. És van egy olyan ága ennek, amikor megpróbáljuk azt megélni, hogy mi az, ami tanul, és mi az, ami felejt. Mi az, ami gondolkodik, és mi az, ami sóhajt. Na most onnantól kezdve rájössz, hogy azt a valamit, ami tanul, tanulás által nem tudod megtapasztalni. És nem kell addig elmenni, mint Nietzsche, hogy Alles Ferguson, mert az se Alles volt, az később kiderült, amikor szegénykének elég zavar tudatfolyamatai lettek ugye a vége fele. Tehát összegubancolódott egy csomó minden, amit nem tudott szegényk elfelejteni. Na most onnantól kezdve, hogy a saját gondolataidat észreveszed, nem a tanulás lesz az elsődleges, lehet, olvassuk el a Gyűrűk urát harmadszor is, dolgozom rajta, hogy legyen rá idő. De a helyzet az, hogy ha az ember tanul, akkor az előbb Miklósát a kezdet nullákból és egyekből leírható információt növeli magában. És ettől az előbbi érzetek azok keletkezhetnek, de egy transzcendens érdeklődése van, azt ezzel a horizontális ugye, érdeklődéssel nem fogja tudni kielégíteni. És ezért azok, akik holtig tanulnak, azok lehet, hogy jó papok, de nem biztos, hogy olyan mély önismerettel rendelkeznek, akik mernek ettől a tudástól megszabadulni úgy, hogy nem azonosítják magukat vele. Esetleg nem lennek benne örömet sem. Akkor használják, ha ez másnak jó. És tapasztalja azt, hogy mi a nem gondolkodás, és mi az a nem tudás, vagy nem tudó tudat, amely független a szavaktól, független az írásoktól, és uram, bocsánat, független még élettől és haláltól is. Na most, hogy lehet ezt a két világot, ezt a látszólag egy kicsit így egymásnak csattanó két rinocérosz fejet, ugye, egyeztetni, és így kibékíteni? Gyakorlatilag úgy, hogyha megnézed, nagyon sokféle tudás van, de amikor a tudás valami többet szolgál, nagyobbat, mint saját maga, akkor az ember is elnyeri azt a szerény és alázatosabb, szolgálóbb énjét, mint az, hogy én tudom. Akkor mit tudtál meg? Tehát egy csomó mindent magunkba gyűjtöttünk, de ez hogy a rusnya nagy egoitás, ez nem változott semmit. Tehát akkor mit tudtunk meg? Tehát az, hogyha meglátjuk, hogy a tudás azt szolgálja, ami nem tudható meg, a tudót magát, illetve az, ami nem tudható, ez most itt ugyanaz. Na most onnantól kezdve teljesen más dimenzió lesz, mert ugye, ahogy ezt a középkorban mondták, filozófia ancilla teológiae. Tehát elkezdte a filozófia szolgálni a teológiát. Milyen sikerrel? Láthatjuk. Nagyon komoly szolgálat volt. Az emberi gondolkodást bevettük az Isten ismeretbe.
De eredetileg nem erről volt szó, hát ezt a keresztény misztikusok mondták, Siléziust kéne olvasni, hogy nem a gondolatok állandó halmozásával kerülünk egy meghaladó állapotba, és ezért a szívszutra, ez tényleg egy ilyen hatalmas, nagy, többtárcsás tisztítógéphez ugye hasonlítható, amikor az, hogy nem, sem, nincs. És az a szebb, amikor azt mondod, hogy és nincs tudati folyamat. Na, ekkor el szokott gurulni a gyógyszer, hogy micsoda, nincs tudati folyamat se, eredeti tiszta tudatod nem függ folyamatoktól. Tehát nagyon messzire mentünk, és én tényleg kívánom azt, hogy az andragógiai tanfolyam az nagyon jó legyen, és neked meghoz azt a boldogságot, kielégülést, tudást és egyebet, amit te szeretnél, és az életnek ez a részterülete számodra jól működjön. De ez zen független, zen semleges. És innentől kezdve tényleg mindenki azt gyűjthet magába, amit szeretne, csak azt tudja meg, hogy a tudás léte vagy nem léte, az önmagában nem jelenti azt, hogy az illető megvilágosodottabb vagy kevésbé. Egyik nagy példa a szuperművelt szerzeteseknek a garmadája, akiket hallottál, hogy az egyszer csak letették a szutrát, például Gucci volt ilyen, egyszerűen fogta, és addig ült, amíg el nem érte a felébredést. Tehát ez valami elképesztő. Ugye a történet az úgy szól, hogy Gucci szutramester volt. A Koan könyvben csomóan már megkapták ezt a Gucci újja Koant, és nem tudjuk, hogy ez hogy keletkezett. Na, elmondom. Ez úgy keletkezett, hogy ő a gyémánt szutrának volt a nagy szakértője, és Kína szerte templomokba hívták, mert elképesztően jól adta elő a gyémánt szutrát. És egyszer csak ott egy ilyen kis lugasban pihizik, és a következő eladás előtt egy bikuni szerzetesnő oda megy, és egy botja van. Az már égbe kiállt, hogy egy bikuni bottal közlekedik, mert ha csak nem nagyon öreg, botja az nem lehet. Kész. Nincs kiosztva. Mégis, nem csak hogy botta, mert így minden lépést így üti a földet. És közben körbejárja a Gucci-t, aki akkor még csak szútramester volt. És ez iszonyatosan idegesítő, arrogáns, és egy ideig Gucci bírja, aztán nem bírja, és azt mondja, ide figyelj, mit akarsz? Erre Silcse Bikuni azt mondja, hogy nekem nem a gyémánt szútra szavai kellenek. Nekem nem a Buddha szavai kellenek. Nekem a te szavaid kellenek. Mi a te eredeti, igazi beszéded? És akkor Gucci így elvesztette a fonalat, mert ebben ez megállt, és rájött, hogy amit eddig tudott, amit tanult szutra iskolában, buddhista felsőoktatás, ugye? Az mind valamilyen termék volt, de a gyárat, az igazi forrást, az soha nem ismerte meg. Tehát tanulta a gyémánt szutrát, az avatamszaka szutrát, a lótusz szutrát, a mahaparinirvána szutrát, mindent. De az a tudat, ahonnan ezek a szutrák jöttek, az még nem volt az övé. És akkor így ezen realizáció fényében és döbbenetében azt mondta a szerzeteseknek, hogy nagy harangot lehetek szívesek megütni, ez azt jelenti, hogy mindenki jöjjön a nagy Buddha teremhez. Ez, hogyha nem reggel, este vagy délben van, két dolgot jelentetett, tűz vagy haláleset. És akkor mindenki odagyűlt, nem volt tűz, csak egy belső haláleset volt, és azt mondta Gucci, hogy hát sajnos nem taníthatlak titeket tovább, és megkérdezték, hogy ugyan már miért. Hát azért, mert ugyan értem a gyémánt szutra szavait, ahogy azt tudjátok, de nincsenek saját szavai. Hát ez ne teszteljen itt már minket. És akkor maradtak, nem ment senki, aztán Gucci azt mondta, zárjátok be a konyhát. Három napon belül mindenki kiment a templomból, és csak a szolgáló maradt, szolgáló az elment koldulni, egyszerű. Koldult, és akkor egyszer csak eltelt egy év. Gucci gyakorlatilag csak ült a szobájában, egyetlen kérdést tett föl, mi az eredeti szó? Mi az igazi beszédem? És ezzel a kérdéssel, Huadu, aki tudja, ezzel ült. Eltelik egy év, semmi. Eltelik két év, semmi.
Szóval a második évben egyszer csak megjelenik egy ilyen idősebb szerzetes, aki azt mondja, hogy szeretnék Gucci mesterrel találkozni. Szolgáló kijön a templom kapuhoz, azt mondja, Gucci mester nem elérhető, nem válaszol a telefonja, kikapcsolta, kész. Tehát azt mondja a szerzetek, kérem, nagyon kérem, én szeretnék vele beszélni, ez életbevágóan fontos. Nem érti? Hát nem lehet. Hát a mester gyakorol. Tudom, tudom. Csak annyit mondjon meg neki, hogy én vagyok annak a Silcse Bikuninak a tanítója, aki miatt ott ül bent a szobában, és nagyon-nagyon szeretnék egy csészeteát meginni vele. Na, ekkor szolgáló bemegy, Gucinak szól, annak így kikerekedik a szem, és mondja, jöjjön be. És teaivás közben a vendég azt mondja, hogy Gucci mester, én hallottam, hogy ez a fránya tanítványom milyen galibát okozott, és szeretnék segíteni, úgyhogy ha van valami kérdése, amit esetleg megválaszolhatnék, akkor legyen szíves, tegye fel. Gucci azt mondja, nem kell a szútrák beszéde, nem kell a Buddha beszéde, az eredeti szavait kellenek. És ekkor Choljong feltartotta az ujját. És ekkor Gucci elérte a megvilágosodást. Élete végén azt mondta, Choljong felmutatott újjú zen tanítását egész életemben használtam, de soha nem tudtam kimeríteni. Ilyen kezdőként, szinte kívülállóként fölmerül a kérdés, illetve a párhuzamos képeknek a sokasága, hogy ezt a tiszta forrást miért ilyen nehéz elérni? Akár ezt a kanyargós földutat tekintve, összehasonlítva más lehetséges pénzért vásárolható nagy hirdetőtáblás, a széles aszfaltutas megvilágosodás hirdető szövetkezetekhez hasonlítva. Iparág, hát persze, igen. Miért nehéz elérni? Miért ilyen nehéz megtalálni? Hát az... annak, aki... A földútra tudok először választ adni, rendezési terv. Tehát amikor azt sikerül módosítani, akkor az útra is egy kis energiánk és forrásunk lesz, azelőtt nem. Ez ennyire egyszerű. Én nagyon szeretném, ha ehhez fizikailag normális aszfaltút vezetne, de az emberek rájönnének, hogy nem attól nehéz idejönni, mert ilyen hepehupás, meg kátyús, meg ilyen vaddisznóforgás és ilyen egyéb cuccok vannak idefele. Nem ez a nehéz. Ez a nehéz. Tehát azért nehezítjük meg magunknak ezt az utat, mert imádunk azonosulni a saját termékeinkkel. Most képzelj el egy gyárat, amelyik a saját termékeit állandóan bent tartja a falakon belül, és azzal azonosul, és egyre nagyobb sűrűségben halmozódik fel mondjuk a csoki gyárban a csokoládé. Ezt hívjuk a tudat túltöltődésének. És nem engedi el, és egy idő után nem tud termelni sem. Mert nem marad tér, tudati tér, nem marad tisztaság, nem marad belátás. Tehát azok a minőségek, amiket itt mi meditálva megpróbálunk elérni, az emberek 100%-ának elérhetők, de miért nincsenek meg? Mert azonosulnak azokkal a tudati termékekkel, amelyek ott belül elveszik a teret. A gondolataik, az érzelmeik, a múltjuk, a jelenük, a jövők, a vágyaik, a dühük, a téves nézeték, minden, ami nulla és egy. Mert ezeket ölelgetjük, ezekre mondta a Buddha azt, hogy olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akik játszanak az égőházban. És hogyha valaki azt mondja, hogy gyerekek, ki kéne jönni, mert ég a ház? Ja, én inkább játszanék. Kint is lehet játszani? Hát, talán, de ott nincs ilyen forróság. Akkor nem megyek. Tehát ez egy ennyire durva történet, az emberek azért szeretnek a 8 tudati szint bármelyikével azonosulni, mert ugyan szenvedünk tőle iszonyat módon, de az biztos. Az nagyon biztos. Annyira konkrét, annyira kézzelfogható és érzékelhető, hogy inkább ez, és ennek bármilyen változata, a durva érzékszerfeszkötéstől, a függéstől kezdve a spirituális materializmusig bármi, csak nehogy a rendszert meg kelljen haladni, nehogy a rendszer bomoljon, nehogy az én képzet eltűnjön,
Nehogy a személyiség valami mélyebbre lásson, mert akkor meg kéne haladnia önmagát, azt a szellemi vagy tudati komfortzónát, amit magunkként, énként ismerünk. Na ezért ilyen nehéz az út. És gyakorlatilag itt nem az számít, hogy te mit értél el, ezt előbb-utóbb mindenki tudja, mert elértél valamit, akkor azt meg kell köszönni, el kell engedni, hogy másnak felajánlani, és nem megtartani, és menni tovább az úton. Az úton azt tudod elérni, hogy elkopsz. Tehát úgy válsz az úttá, hogy szépen elkopsz, eltűnsz, és az úttá válsz. És ez mind itt belül. Nehogy azt mondja, hogy a lábadnál fogva, hogy aztán a térd, meg a comb, meg csípőt, ez nem azt a gyakorlatot tanítjuk, nem. Itt a kis énünkről van szó. Arról az ego képzetről, amelyként rusnya nagy állatként berongyol a térbe, és prezentálja is magát. Ugye? Tehát ez az, ami elkopik. És ezért van a szívszutára, hogy nincs semmi, amit el kellene, vagy el lehetne érni. És ez annyira negativisztikusan hangzik. De amikor azt mondjuk, hogy visszaadjuk a lelket igazi önvalójának, az már jobban hangzik. Az olyan pozitív, meg az olyan finom. De ugyanaz. Csak az egyik így egy mondattal ellent, ez nincs semmi, amit el lehetne érni, hogy pedig visszatérsz igazi önvalódhoz. És az meg micsoda? Jó? Tehát tessék a keserű pirulát, összekötni ezekkel a kis táplálékkiegészítőkkel, meg szellemi antioxidánsokkal, amitől nagyon jól szeretnénk érezni magunkat. És a kettő együtt ad valami teljesebb képet. Úgyhogy aki érett személyiség, az nem fogja a saját énségét annyira imádni, le tud róla mondani, hova tovább szolgálatra és felajánlásra is képes, segítségre, önzetlenségre is képes, és akkor látja azt, hogy amit a különböző vallások olyan néven hirdetnek, hogy megvilágosodás, megváltás, megigazulás, megtisztulás, tehát ezek a gyönyörűséges absztrakciók, ezek mind egy pontba jönnek vissza. Szabadulj meg az énettől. És kész. Megszabadulsz az énettől, visszatérsz igazi önmagunkhoz, mert ez nem egy ilyen különálló, hogy leosztott részec. És amikor ez megvan, akkor gyakorlatilag az egoitásod eltűnt. Tehát ez az, ami nagyon sokféleképpen maszkíroztatik és eladatik különböző fórumokon, és hogyha az ember ezt úgy átlátja, akkor nem fog felülni ilyen különböző vajákoknak, meg hirdetményeknek, meg egyebeknek, vagy pedig pont úgy fogja föl azokat, ahogy azok valójában vannak, és nem remél többet, mert ugye a marketing az belé masszírozta azt, hogy ettől te most butha leszel. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Jó? Tehát a módszerek jók is kellenek, csak ne cseréljük össze az objektumorientált dolgokat, amelyek nem megszabadulás irányok, mert mindig elérsz egy objektumot, belül vagy kibül. Tehát ez leszel, meg az leszel, meg ilyen leszel, meg olyan leszel. De ez nem ez vagy az, ilyen vagy olyan. Ez nem objektumorientált, még csak nem is szubjektumorientált, hanem egy olyan pont, az objektum és a szubjektum még nem különül el. Ahol a kint és a bent még nem különül el. Ahol a megvilágosodott és a szamszárikus még nem különül el. Ahol a mozduló és nem mozduló nem különül el. Ahol ezek nem kettők. Tehát Buddha idejében volt egy ilyen kvíz műsor, hogy a nem kettősséget kellett demonstrálni. És nagyon sok szerzetes, bodhiszattva, stb. Próbálkoztak ezzel, és mindenki mondta, hogy megvilágosodás, nem megvilágosodás, nem különböző. Szenvedés, boldogság, nem különböző. Manjushri, tudás, nem tudás, nem különböző. Ugye? És akkor eljutottak Vimalakirtihez, és akkor megkérdezték, hogy kitűnő világi tanító, mi a nem kettő? És akkor Vimalakirti így válaszolt. És akkor mindenki boldog volt. Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy ha már ilyen nehéz ez az út, hogy ugye a... Melyik? A fődútra gondolsz? Nem. Vagy valami egyébre? Nem, az út, ami mi dolgozunk, hogy a tudatunk nehéz. Nyugodt. De mitől? Hát nehéz. Tehát valami komoly tengernyomású jármű közeledik, vagy nem, valami? Nem, hát szembe kell menni az egóval, meg egy csomó minden. Szembe kell menni? Igen. De miért? Kérdezhettek?
Csak szeretném érteni a kérdést, tehát mi megy szembe az egóval? Most ez hogy van? Hát én. Tehát az egó megy szembe az egóval? Nem. Hát akkor, látod, de nem értem. Tanítsd meg, légy szíves, hogy most akkor ez hogy van? Légy szíves. Rajzoljak célkeresztet? Mert most kb. Így ilyen, nem tudom hány milliméteressel készülsz, de... Azt szeretném megkérdezni, hogyha ilyen nehéz az út, akkor miért úgy voltunk teremtve, hogy legyen egónk? Voltunk teremtve? Vagyunk. Ki által? Mi hát által? Azt én nem tudom, csak hogy miért teremtette? A magyar ragozásnak kettő nagy osztálya van. Tárgyas, tárgyatlan. Egy kicsike még az ikes. Aha. Jó. Tehát most válasszuk meg azt a formát, ami ahhoz kell, hogy kifejezzük a tudattartalmat. Tehát, visszaúr, már vigyázzunk, tehát mit szeretnék, hogy nyelvtanulag a teremtésre mondani? Hogy van ez? Tudod, hogy mit szeretnék? Én nem? Na, az. Hogy? Nem. Te azt szereted, hogy teremtettünk. Ez egy műveltető, többeszám, első személyű, multidejű, szenvedő szerkezet. Na most ezért nem tudok válaszolni a kérdésre. Tehát ahol ennyi gondolat van, és ekkora nyelvtani problémák, hát gondolod, hogy a zen ide belefér? Hát dehogy fér. Hát annyi előfeltevés van benne, hogy nem győzöm eltakarítani. Az első előfeltevés, hogy az út az nehéz. Mitől? Másik. Szembe megyünk az ego... Mi megy szembe az ego? Nem kell menni sehova, jön a képzett sor így veled szembe, csak mozdulatlanul kell maradni. Teremtés. Nagyon, nagyon szútrát szeretnék most idézni. Avatamsaka szútra. Ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Micsoda? Még egyszer. Ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, ebbe te is benne vagy, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Na most, mi ez a tudat? Tehát csak én, hát ez a legnagyobb hiba. Mi emberek, 5%. Emberek és állatok együtt, 10. Látható és nem látható, együtt, közelít. Jó? Tehát, hogy ezt a fajta tudati teremtést, hogy ezt mi hogy csináljuk a saját részünkről, ezt kéne nyakon csípni, és nem panaszkodni, hogy miért teremtettünk el, káposztásítottalanítottátok az életemet. Tehát nem erről van szó. De nem ez a bajom. Hát dehogy nem. Nem. Nekem az a baj, nem káposztás cvekedli volt az ebéd. Tehát... Hogy miért lett ego, amivel szembe kelljen menni? Miért hozod létre az egoitást, lelkem? Ez az én kérdésem te feléd. Inkább főzzél valami finomat. Jó. Létrehozod az ént? Van. Nem hozod létre? Nincs. Nem az, hogy terem... Na, ezt már ki sem mondja, már... Neked sem megy. Tehát, de nem megy. Hát neked, megy a tojásos nokedli, az micimaszkónak is ment. De ezek a nagyon bonyolult ilyen kis kurflik, hogy de absztraháljuk olyan jó föl. Ez teljesen felesleges. Tehát ezt tudod, hogy feldobom, ami fönnmarad, az oda tartozik, ami leesik, az hozzánk. Ez mind visszajön hozzá. De tényleg nem volt ilyen nehéz a kérdés. Mondd azt, hogy nem azt a választ kaptad, amit vártál. Inkább fogalmazzál így. Hát így is lehet, de most komolyan. Te most viccelsz velem, de... Az úgy sokkal jobb, ha viccelek, hidd el. Tehát amikor nem viccelek, az annyira komoly, az drámai. De elviselem. Én erről nem vagyok meggyőződve. Majd szép lassan, a 3 hónaposan. Tehát, nézd meg azt a lelkedben. Hát most is hülyéskedsz? Én soha. A lelkedben nézd meg, hogy az éned, mint képzett, hogyan keletkezik, és hogyan azonosulsz a gondolataiddal, az érzelmeiddel, a múltaddal, a jeleneddel, a jövővel, azzal, hogy én vagyok ez. Na így. És ezt te teremted. És most nem viccelek. És nem csak magadnak, mindenkinek.
És az az igazi dráma, hogy nem vesszük észre a saját teremtésünket pillanatról pillanatra, és közben panaszkodunk, projektálunk, elképesztő dualizmusokat hozunk létre azért, mert a saját magunk teremtését ebben a pillanatban nem vagyunk hajlandók észrevenni. Az összes elhárító mechanizmus erről szól. Nem vagyunk hajlandók látni. Szándékos vakság, willful ignorance. Azért, hogy ne vedd észre, hogy ezt az énséget te a saját tudatodból teremted meg. Sokat gyakorol. Az kell most. Jó? Hátul. Nagyon érdekel az, hogy amikor majd mi itt eljutunk oda, hogy idősek leszünk, mondjuk 60, 65-70 fölött. Igen. Akkor vajon hogy fog kinézni egy call interjú, hogy fog kinézni egy időseknek tartandó dharma beszéd? Mert azt már megfigyeltem, hogy nagyon jó, hogyha az idős ember a szellemét, a tudatát frissen tartja. Ugye ehhez kell ez a bizonyos élethosszígtartó tanulás. Mert ha nem így tesz, akkor beleszomorodik az öregségbe. Hát interjúkra tudnék egy kicsikét reflektálni. Ugye, kedves kép, maga volt először? Vagy most csak másodszor? Tehát mondom, következő, Sun Tzu Zen mester, amikor tényleg életének az utolsó egy-két évét rótta itt ebben a testben, bizony elfelejtett neveket. Tehát ő 77 évet élt, és amit az alatt a 77 alatt leélt, az számunkra tucatnyi életre elég lenne. És bizony tudtuk, hogy néha közeli és több évtizede ismert tanítványainak a neveire sem igazán emlékezett. Én utoljára fizikailag egy évvel távozása előtt találkoztam vele, 2003-ban. És ez azért volt érdekes, mert pont a 90 napos után mentünk fel a szobájába, a tiszteletünket tettük, és annak ellenére, hogy 94 és 2000 között ott voltam, és napi szinten láttuk egymást úgy, hogy én, mint a csoport tagja, és kérdéseket föltevő ember, tehát tudta a nevemet, nem csak azért, mert ő adta 94-ben, hanem egyszerűen azért, mert napi tudattól tudatig, és egy térben, egy időben lévő kapcsolat volt. És láttam, hogy 2003-ban biztos, hogy nem tudja ezt a nevet. Viszont a kérdésemet olyan mélységben válaszolta meg, mint még addig soha. Tehát igazából az a kérdés, hogy mire olyan öregek leszünk, hogy ez az intellektus már tényleg nem működik úgy, akkor elértük-e azt, ami nem függ a gondolkodástól, azt a mély intuitív, nagyon emberi, gyönyörűséges való réteget, vagy pedig nem? Mert hogyha nem, akkor az érzelmeinkkel és a gondolatainkkal együtt öregszünk. Tehát az öreg nem tudta a nevedet, viszont téged látott. De olyan mélységig látott, hogy az valami elképesztő. És innentől kezdve mondom azt, hogy van valami, ami tiszta marad. Ami mentes, nem csak élettől és haláltól, hanem gondolkodástól, érzelemtől, testtől és egyébtől. Na, ha ezt eléred, akkor az nem lesz gond, hogy persze, hogy 75-80 évesen nem fogsz úgy gondolkodni, mint akár 55-60 évesen, vagy akár 40-45 évesen, ezt tudjuk. Nem is várjuk el. De milyen emberi minőség fejlődött addigra ki a gondolatok, érzelmek és mozgás és egyebek segítségével? Mert az leszel te. Tehát addigra, és ezt meglátod, az intellektusnak van egy öntisztító mechanizmus, ezt hívják felejtésnek. És ez nem gond. Ha ragaszkodsz a gondolatokhoz és azonosítod magad vele, akkor elkezdesz ilyen különböző tabletták meg szérumok után nyúlkálni, mert nem működik úgy az intellektus, ahogy azt te megszoktad. De nem fog. Hát, hogyha a test öregszik, akkor a tudat miért ne öregedne? És ez is rendben van. Tudtál-e olyan kapcsolatokra addig szert tenni, akik téged úgy is elviselnek, hogy esetleg nem emlékszel a nevükre, és úgy is szeretnek téged, mert esetleg kaptak annyi szeretetet tőled az elmúlt évtizedek során,
ahogy te egyre kevésbé tudsz járni önállóan, enni önállóan, üríteni önállóan, egyre inkább rájuk vagy utalva, és visszamész abba az állapotba, ami ilyen függőség szinten a gyermeki. Csak éppen pont az ajtónak a másik oldalán állsz. Úgyhogy, ha addigra megvan ez a nagyon mély, igazi önvalónk, ez a tisztán látó nem tér, nem idő tudat, akkor nincs gond. Persze, jó lenne, hogyha tudnánk addig üzemelni gondolatokkal, érzelmekkel, tudatossággal, de lásd be, hogy nem fogsz. Senki sem. Tehát ezzel a hozzáállással nem számít, hogy gondol rád, vagy nem, tudja a nevedet, vagy nem. Ez ennél sokkal mélyebb. És erre kell alapoznunk, és erre kell még aktív és tevékeny korunkban úgy rájönnünk, hogy ez tartson. Jó? Eléggé megindított ez az utóbbi történet. Én nekem is sajnos a nagyapám a kezeim között halt meg, és érdeklődnék, hogy az utolsó stádiumban lévő akár betegek, vagy végstádiumos orvosságot, vagy pedig ilyen opiátumokat, ha használnak, akkor a tudat hogy reagálja ezt a tovább újjászületésre? Milyen hatással van, vagy el kell kerülni abba az állapotba túlszottan a használatát ezeknek a dolgoknak? Mert van nekem egy olyan elképzelésem, hogy nagyjából, ha neten eljutok, nem tudom, hogy kibírom-e, megmondom őszintén, de nem szeretnék ehhez beleegyezésemet adni az orvosoknak, hogy beadják abba az időpontba, ha eljönne ennek az ideje. Erről mi a véleményed? Az, hogy maga ez a pillanat fontos, hogy ugye olyan éberen lépjük át a halál kapuját, amennyire csak tudjuk, de feleslegesen úgy, hogy te azt a szenvedést nem akarod elvállalni, ne vállald el. Tehát nagyon fontos az, hogyha valaki fölteszi azt, amit te is nem akarok fájdalomcsillapítót és úgy testet váltani, akkor az lesz. És hogyha valaki az utolsó 30 perc, 2 óra, 1 nap, 3 nap, teljesen mindegy, fájdalomcsillapítót szeretne, abból az álomból és abból a kábulatból ő fel fog ébredni, de csak már testen kívül. Nem ez az utolsó stádium számít, sokkal inkább az számít, hogy az addigi életét hogy élte le. Volt-e például kábítószerfüggő, volt-e például bármiféle addiktív tapasztalata, volt-e olyan függése akár nem kontrollált anyagoktól, hanem legálisan kapható dolgoktól, amely a tudatát tartósan befolyásolta és évekre elködösítette, az megy vele. Sokkal inkább, mint az utolsó pillanat. Akkor lehet a tette is, meg ahogy élt, kimondottan? Hát bizony. Nem csak a drogokra gondolok itt, meg az alkoholizmusra, hanem hogy egyáltalán, hogy élt a társadalomban, hogy viselkedett a többi. Hát bizony, nincs egy nagy karmikus válogató állomás. És ez át tudja léptetni az embert, mondjuk ez ilyen problémát. Ez azt jelenti, hogy mindent viszel magaddal. És a teljes emlékezés állapotában, amikor nem testben vagyunk, az egészet látod úgy, ahogy van. És azért az nagyon komoly. Honnan lehet tudni? Éber álomból és testen kívüli tapasztalatból. Tehát annyi a különbség, hogy visszatérsz. Tehát az álom és a egyébként testen kívüli tapasztalat után visszatérsz a testbe, mert még van karmád, megmaradt az energiakapcsolat, megmaradt a test működő képessége, és ezért tudsz visszatérni. De ha bármelyik befejeződött, nem maradt karmikus üzemanyag, megszűnt az energiakapcsolat test és tudat között, ezek mind vagylagosak, vagy pedig sajnos a test funkcionalitása megszűnt, mert mondjuk egy 24 tonnás teherautó elütött, akkor nem tudsz tudatilag visszatérni. És onnantól kezdve szépen rétegenként megjelenik mindaz, amit láttál, hallottál, szagoltál, ízleltél, tapintottál, gondoltál, éreztél, mondtál, cselekedtél, és benne maradt a lélekben, mert azonosultál vele. Tehát azt mondtam, hogy a 8 tudatszint az nem állandó, nincs öntermészete, nem független a világ többi részétől. Tehát ezek a tartalmak, nézd meg a szívszutrát, eredetileg nem léteznek. De mi kötjük meg? És a szenvedéstől való feloldás
vagy megszabadulás útja az, hogyha belátod, hogy az öt skanda, az öt személyiségalkotó az eredetileg üres. Tehát ez a test, mint forma, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Ez öt személyiségalkotó, vagy létépítő. De jobban megfogható, hogyha a nyolc tudatszinttel ugye dolgozunk. De ez ugyanarra utal. Úgyhogy egyetlen egy bitnyi tudattartalom sem állandó. Bármit beemelhetsz úgy, hogy azzal azonosulsz, és azt mondod, hogy ez én vagyok, és bármit elfelejthetsz, leadhatsz magadból az azonosulás útján, ugye megkötött dolgoktól, a nem azonosulás, a nem én tapasztalatával megszabadulhatsz. De ami megmarad, mert azonosulsz vele, miért? Mert a jó és a rossz polaritásaival megkötötted. Tehát mozdul a hatodik, elkezd gondolkodni az ember, nézzek meditációban, az öt fizikai porton, kapun bejövő információk megmozdítják a hatodik gondolkodó tudatot, legyártod a jó és a rossz kategóriáit a hetessel, oda is ragasztod a tapasztalatra, és eltárolod a nyolcadikban. És amikor meghalsz, akkor az első hat az működésképtelenné válik, mert agy sincs, amivel tudatosan gondolkodj, és a 7-es, 8-as az úgynevezett lélek vagy karmatest, és ez megy szépen tovább. Mindazokkal a tartalmakkal, amiket te, mint énség megkötöttél. Tehát amit itt csinálunk, ez nem spirituális hűtőszekrény, hogy beülsz ide napi 6-7 órát meditálni, és akkor látszak, semmi nem történik. Nem, pattannak le rólad a rétegek. Szűnnek meg az azonosulások. Tisztul meg a lélek a karmájától. És előjön az a tiszta tudatosság, ami nem függ jövéstől, menéstől, jótól és rossztól és egyebektől. Nagyon kevéssé látszik ennek a valódi hozadéka, hiszen nagyon a nem láthatóban dolgozik. De látható és érezhető valami hozadék akkor, amikor minőségi tisztább tudattal, helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés. Ezt mindenki tudja ebben a szobában itt. Csak nehogy azt higgyük, hogy ez ennél megáll. Hogy megáll az élet és halál határán ebben az inkarnációban. Ez velünk jön. Mint tudatosság, világosság, tapasztalat. Lehet, hogy pontosan a konkrét pillanatra értettem akkor, amikor az ember haldoklik és halálában haldoklik abban a pillanatban a gyakorlás, tehát mantrát, vagy esetleg segítő, vagy pedig az üresség meditációt. Te láttál már haldoklót? Nem. Hát azt mondta, a nagyapád ott halt meg a karjaid között. Hát a nagyapám, igen, nem volt észnél, de az utolsó pár perce teljesen magánál volt, megismert is, teljesen tudott velem beszélni. Az rendben van, az így, nagyon így, ritka. Így. Olivier, az nagyon ritka, hogy a halál pillanatában az ember tudatosan tudjon bármit csinálni, mert pont az szűnik meg. Tehát amit addig csináltál, az érvényesülni fog. De akkor te, amikor éppen lépsz ki a testből, és ilyen nagy és szenvedő tapasztalattal az érzékszerű valóságot elhagyod, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon ritka az, csak a tényleg realizált mesterek tudják azt, hogy egy egypontú, világos, jelenlévő tudattal, mint az Atlasz rakéta. Na, legtöbb nem ez. A legtöbb az, hogy felborultam, ott vagyok az árokparton, kiléptem a vezetőfülkéből, nem tudok újra vezetni, mert ez a kocsi tönkre ment. Köszönjük szépen. Ha te 199 életen keresztül ilyen buddhista gyakorlatokat végeztek, egy 200. élet nem fog sokat karcolni rajta. Ha egy egész életen keresztül te tetted a dolgodat, és egyenesen mentél, azt, hogy te opiátokkal, vagy tiszta tudattal mész át az utolsó 2 órában, vagy 2 napban, ez alig fog karcolni rajta. Tehát pillanatról pillanatra, ezért van a faduban egy ilyen tanítás, hogy ülve, állva, járva, fekve, beszéd közben és csendben, alvásban és ébrenlétben, testben és testen kívül, folyamatosan, megállás nélkül mi ez? Na, ezt vidd magaddal. Hogy működik a Winchester, a tárháztudat? Hosszú távú memóriának szeretném most mondani. Ez úgy működik, hogy vannak a kapuk, az érzékszervi kapuk, és van ugye a feldolgozó tudat és a megcímző
tudat, ami nullával, egyel, jóval, rosszal, egyébbel ruházza fel, és ez szépen oda betagozódik a többi emlék közé, és úgynevezett asszociatív kapcsolatot vesz fel. Tehát ahogy látod a szerkezetet, axon, dendrit, neuronpályák, stb. Gyakorlatilag így működik, ez egy nagyon jó szemléltetése az egésznek, mert a működését az, ez a struktúra nagyon befolyás, és ezért vannak alapból jobb memóriájú emberek, rosszabb memóriájú emberek. És akkor, hogyha nagyon sok pálya van, akkor hamarabb eljut az érzékszervi tapasztaláshoz a memória, illetve az érzékszervekből hamarabb eljut be a tárházba. Magyarul gyorsan megjegyzi, gyorsan tanul, vagy gyorsan emlékszik. Gyakorlatilag ez úgy működik, hogy van a tükör, és erre a tükörre, hogy szépen rajzoljuk a jeleket. Viszont azt elfelejtjük, hogy ezeket adja a homok mandalát is, ezt ki lehet simítani. Tehát a tudat az gyakorlatilag egy ilyen nagyon komoly írható felület, és tudom, hogy a tabula rasa iskola ezt nagyon komolyan proponálja, tanítja, de itt nem egy rétegről van szó. Itt sok-sok életről van szó, mint a fának az évgyűrűi, és azok már rendelkeznek bizonyos mintázattal. Ez a karmikus mintázat, amire írja a jelen pillanat a jeleket. Na most a zennél gyakorlatilag nem függsz ezektől a mintázatoktól egy időt, hanem tiszta tükörben látod azt, hogy a tudat mire emlékszik, és mit felejt el. Tehát amit elengedsz, és újra elengedsz, és újra nem teszel bele energiát, azt el tudod felejteni. Tehát ezek a rovátkák, ezek a bejegyzések, ezek írhatók, olvashatók, törölhetők. De ahhoz nagyon komolyan meg kell találni ezt az ágenst, amelyik ír, olvas és töröl. És meg kell látni, hogy hogy írunk, hogy olvasunk, hogy törlünk. Van egy apró szakmai tanácsom. Ahelyett, hogy a saját tárháztudatunkat berhelnénk, próbáljuk meg a saját azonosulásunkat, a saját énségünket minél jobban elengedni és letisztítani, és segítsünk másokon. És a másokon való segítés az, ami a saját karmádat fel tudja oldani. Tehát magyarul te önkezeddel itt nem tudsz radírozgatni mindaddig, még egy vaskemény, ragaszkodó individuum az uralkodó. Az igaz nem fog menni. Csak egyik rovátkát teszed a másik helyére. És mihelyt az önzetlen segítség, együttérzés és nem dualisztikus bölcsesség állapotába lépsz, azon nyomban megszűnik ez a probléma, mert megszűnik a memória egotisztikusnak vagy önzőnek lenni. Csak amire kell éppen emlékezel, amire még nem kell emlékezni, arra nem emlékezel. Ezt hívom szituatív vagy éppen pillanatnyi memóriának. Ez azért félelmetes, mert amikor az ember elkezd zen gyakorolni, és egyetemista koromban ez megtörtént, én oly módon tudtam azelőtt emlékezni arra, hogy a magyar irodalom történetnek ez a sokkötetes Spenót becenévre hallgató, egyébként néha tényleg nem unalmas gyűjteménye, ez számomra úgy regisztrálódott, hogy megjegyeztem az oldalszámot, a szerzőt, és másnap a könyvtárban csak kézzel, és ott folytattam, ahol abba hagytam. És elkezdek zen gyakorlás, ez így mind elmegy. Tehát olyan elképesztő törlőgomb akadás következett be, hogy minden törölt, mert rájött arra a tudat, hogy milyen fantasztikus dolog a nem gondolkodó, tiszta jelenlét tükrében létezni, megszabadulni ezektől a kognitív kötöttségektől, és ez valami elképesztő boldogság tud lenni, és attól még egyenesen néz az ember, meg tud enni, inni, meg kölcsönhatni, meg egyebek, csak az állandó zaj, az nincs. Az állandó tehetetlenség, az a szokás, hogy mindig emlékezem valamire, olyan az nincs. És amikor ez túlzuhan, akkor nem emlékszel arra, amit megtanultam, mert elolvastad, és megy is ki. És az volt a legdöbbenetesebb, hogy eljutottam egy másodév szigorlat, és eljutottam odáig, hogy be kell mennem vizsgázni úgy, hogy nem tudom tudatosan visszaidézni az anyagot, csak arra emlékszem, hogy elolvastam. És akkor húzom a tételt, elolvasom, hogy miről kell beszélni, és így megjelenik, mint a léggömb, így puff, megjelenik, és úgy, hogy nem tudtam, hogy tudom.
akkor elkezdtem bízni ebben az egészben. És ez az intuitív, vagy spontán, vagy szituatív memória, hogy amíg nem kell, addig nem emlékszel rá, és mihelyt kell, az ott van, addig, amíg kell, és utána eltűnik. Úgyhogy ezt csak próbacseresznye alapon és tapasztalati ugye, tőkével lehet továbbvinni, mert erre külön magyarázat nincs. Tehát ennyit a tárháztudat működéséről. Elképesztő, és még inkább ugye, kifürkészhetetlen, hiszen van a hetedik ugye, ítéletalkotó tudat, és itt vannak a gátak. Tehát ez az, ami beépít, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, mi az, amire akarok emlékezni, mi az, ami nem. És ezek a gátak adják azt, hogy az előítéleteink, a vágyaink, azok hogyan érvényesülnek. Mindent szűrünk. Ha a hetedik tudat, az ítéletalkotó tudat teljesen elcsitul és nem mozdul, akkor így sugárban jönnek föl például meditáció alatt olyan emlékek és olyan képzetek, hogy te nem is tudtad, hogy ilyeneket hordozol magadban. De ez az, hogy a hatos, hetes nem mozduljon. És az, ami jön, az se te vagy. Tehát nehogy azt hitt, hogy ez a képsorozat, azt egy, néha olyan horrorfilmek vannak, ez elképesztő. És azért kell a kérdést megtenni, hogy mi ez? Mi ez? Mindig egy lépése hátrébb, mindig egy hátrébb, mindig rálátsz, nem engeded, hogy beleragadj. Tehát a tárház tudatban olyan elképesztő mennyiségű információ, nehogy azt hitt, hogy ez az agyad, ohohoho, az egy hatalmas tér, nem fér el, tehát nincs annyi izé, csíp. Tehát, hogyha tényleg a tárháztudatot szeretnéd felmérni, ez az egész érzékszervi univerzum a tárháztudatunk. Jó? És ebből személyesen annyit tudsz meglátni, amennyit nem gátolsz le. Amit legátolsz, megkötsz, és így elkülönítesz, hogy ez a kis én, ez én vagyok, na, az a nagyon pici, az a töredék százalék, és mihelyt ez a gátlás, az én csináló gátlása, ez eloszlik, elkezdesz látni, és kiderül, hogy a külső és a belső nem különbözik, az emlék és a jövőkép nem különbözik, és ez az egész érzékszerű valami, ez egy tárháztudat. Tehát, hogyha önzetlenül, másokat segítve járjuk ezt az utat, nagyon sok varga betűtől meg tudjuk magunkat kimélni. Akkor az emlékekkel sincs baj, a jövőképpel sincs baj, és ez az egész univerzummal nincsen baj, hogyha velünk sincs. Tehát a magunkkal való őszintesség, a lélek nyitottságának az elviselése, a teremtetlenben való időzés tapasztalata, na most ez az, ami a gyakorlat. Ehhez rengeteg eszközt tudok neked mondani, de nem a poharat isszuk meg, a vizet isszuk meg. Tehát én a megfelelő hozzáállást, megfelelő szándékot, megfelelő motivációt javaslok, mint kiinduló pont, és tudom, hogy ez nem könnyű. Ezért könnyíti meg a forma, ugyanis a forma funkcióval bír, működik valahogy. És ezt a működést, hogyha te nem sajátítod el, akkor sokkal nehezebb ezt a nem név, nem forma dolgot ugye rendbe tartani. Keretet adhatunk neki, hibákat orvosolhatjuk, de a folyamat az a tiéd. És ehhez csak ilyen segédeszközök ugye járulnak, mint leborulás, éneklésülés. De ha azt tényleg nem a megfelelő hozzáállással végezzük, akkor teljesen más történik. Láttam olyat, 100 napos elvonulás, a nagy együttérzés, dáranit és 1000 leborulást csinált naponta, és nagyobb egoitással jött vissza, mint amikor elment. Ezt is lehet. Ezt is lehet. Tehát mindig Manjushri kardja, a bölcsesség szabjája, az működik úgy, hogy az illúziók fájtlát vágod el, és hogyha helytelenül tartod, akkor magadat is kettét tudod vele szelni, és még több dualisztikus gondolatot létrehozni. Teljesen rajtad múlik. Egy mozdulat az egész. Egy plusz és mínusz közötti különbség az egész. És amíg erre rájön az ember, addig nagyon sokat kell hibázni. Tehát ezért van az interjúszobában is lehetőséged arra, hogy hibázz bátran. Senki se jött még ki vérző szív, hogy le lettem tolva, mert nem volt jó a koan válaszom. Na, ilyen nincs. Tehát, hogyha te magadat nem ítéled el, akkor senki más nem fog. Ugye? Tehát ez azért fontos, mert
a tudat a felébredés útját csak úgy járja, ha megismeri, hogy mi nem az. Tehát engedd magadat hibázni, engedd azt, hogy történjenek belőle a dolgok, amik nincsenek megírva a könyvben, se énekeskönyv, se szútra, se zen, sehol, és mindig tér vissza ahhoz, amiről ez a gyakorlat eredetileg szól. Ez egészséges, ez természetes, ez emberi. Úgyhogy ezen az úton nagyon örülök, hogy együtt haladunk, hogy engedjük egymást hibázni, és azokat ki is javítjuk, és folyamatosan törekszünk arra, hogy egy felébredettebb, bölcsebb és együttérzőbb tudattal létezzünk, és segítsünk ezen a világon minden érző lényen, testben vagy testen kívül egyaránt. Köszönöm a figyelmet!